Legjobb magyar drámai szöveg, legjobb rendezés, legjobb zenei produkció. A Radnóti Színház 10 című előadása nyert el a legjobb előadás díját a Színházi Kritikusok CH múlt vasárnap este rendezett gáláján. A 10 magányos ember történetét meséli el úgy, hogy akárcsak egy bűnügyi sorozatban fokozatosan bomlanak ki egymáshoz fűződő viszonyaik, lassan tárulnak fel egymás sorsát keresztező életútjaik. Olvasható az előadás bemutatójában. Mind a 10 megszegik a bibliai parancsolatokat, elkövetnek valamilyen bűnt. De vajon mindenki bűnös, aki bűnt követel? Egy 10 pontos kérdés. A válaszokat most Sebestyén Abba rendezőtől halljuk, akit köszöntünk. És gratulálunk neki mindahhoz, amit az elmúlt időszakban és ennél az előadásnál is elért. Szervusz! Kész csokolom, köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és hogy az örömömet megosztatom veletek is, a kedves nézőkkel. Mi köszönjük, hogy itt vagy. És kérünk egy autogramot gyorsan majd a beszélgetésünk után is. Nem valószínű, hogy sokan látták az előadást még, úgyhogy nagyon bízunk abban, hogy el tudjátok majd hozni Erdélybe, hiszen 3 kiváló erdélyi alkotónak a munkájáról van szó. És akkor próbáljuk megragadni a beszélgetést úgy, hogy mesélj egy kicsit a történetről, hogy hogyan nyúltál hozzá ez a szöveghez, Székely Csaba szövegéhez. Tehát úgy, hogy a Felkonfban elhangzott, tehát 10 különböző történet, 10 egyénnek a sorsa, és csodálatos módon, tehát nagyon rafinált módon ugyanakkor Csaba összefűzte ezeket a történeteket, és a szálak folyamatosan bomlanak ki, kiderül, hogy mindenkinek valamilyen szinten köze van a másikhoz. Nagyon érdekes, hogy többek között az előadás, a szöveg felveti ezt a problémát, hogy milyen hatással vagyunk egymás sorsára. Egy kijelentett mondat, egy rossz gesztus, vagy éppenséggel egy keresztbe tett gondolat, vagy rossz indulat, vagy akár jó indulat, hogy milyen szinten befolyásolja az ember sorsát. Ilyen kérdéseket feszeget a történet. Ugyanakkor úgy lehetett mindenki bűnös, aki valamilyen bűnt elköveti, vagy milyen okok járulnak ahhoz hozzá, hogy az ember elkövessen egy bűnt. És hogyha már kívülről jövő okok miatt követel valaki bűnt, akkor az vajon talán bűnnek tekinthető-e, vagy nem? Sok-sok ilyenfajta kérdés vett föl, és aktuális és kortárs kérdést. Többek között azt, hogy ugye ez a több ezer éves 10 parancsolatnak egy 21. század ember hogy tud megfelelni? Tehát hogyan állunk ezekkel a dologgal? Azt mondják, az Úristen egyenlő módon szeret mindenkit, de én ezt nem hiszem. Te világhírű operaénekes leszel, mert szeretlek. Te viszont szörnyű kínok közt fogsz megdögleni fiatalon, mert szeretlek. Ja, és a 4 éves kislányodat is megöltem, mert szeretlek. Vagy vegyük mondjuk az adottságokat. Na én aztán megértem, hogy nem lehet mindenki aranyhangú operaénekes, vagy Nobel-díjas feltaláló, vagy Batman. De az sehogy se fér a fejembe, hogy miért ne lehetne minden ember szép. Ez számomra is egy folyamatos, önmarcangoló abszolút, kérdés. És milyen jó, hogy ezeket a kérdéseket felvetetted, mert pont ezt mondtam Tivadarnak, hogy ugye még nem láttuk ezt az előadást, de egy igen erős ajánló arra, hogy ezt meg kell nézni, nem csak amiatt, mert ennyi díjat nyert, hanem mert olyan gondolatokat fogalmaz meg, vagy olyan síkon mozog az előadás, amit el tudok képzelni, hogy én is, te is, és bárki behelyettesítheti magát akár az adott szituációkba. Szeretném, hogyha mesélnél egy picit a munkafolyamatodról Csabával is, és Czári Tiborral is. Nagyon régóta ismeritek egymást, összeszokott párost alkottok. Nem az első siker, és reméljük, hogy nem is az utolsó. Kíváncsi vagyunk a rendezői munkára. Hogyan ragadtad meg? Mit gondoltál, és hogyan dolgoztatok? Mi van ennek a hátterében? Mi volt a koncepció? Hát hosszú lenne a koncepcióról beszélni, de röviden megpróbálok. Tehát, hogy elég sokan ismerik, tehát a Bánya trilógia által Csaba szövegei nagyon ismertek lettek. Tehát köztudott, hogy nagyon kendőzetlenül, nagyon profán módon, ugyanakkor finom és fekete humorral rajzol karaktereket és ábrázol, fest föl helyzeteket. Tehát nekem pont az volt a kihívás, hogy ezt a profán, néhol nagyon-nagyon kegyetlen történetfűzért be valahogy megkeressem Istent. Mindig fontos, ez foglalkoztatott, hogy jó, de itt egy érték nélküli világban vagyunk, de ahogy szokták mondani, a Biblia mondja, hogy Isten a saját hasonlatosságára teremtette az embert, és ez volt egy fő kiinduló pont. Hogy akkor minden ember ott kéne legyen valahol Isten, valahogy meg kell keresni, miért vétkezett, hogy vétkezett.
Na, az, hogy megjelenjen maga a szent, a profán mellett, behozni a szentet az előadásba, itt nagyon nagy segítségemre volt a Cári Tibor muzsikája, és nem utolsó sorban Barta József díszlet ajánlata. Hihetetlen jó ajánlatot tett, hiszen vizuálisan is nagyon megsegítettem engem abban, hogy ezt a fajta dolgot belevigyem. Hiszen ne felejtsük, élő kamerázásról életemben nem csináltam rendezőileg, nem foglalkoztam ilyesmivel, meg valami őszintén én óckodtam, és én nem nagyon szerettem, vagy nem is nagyon láttam olyan előadást, ahol szervesen és jól vagy ritkán láttam olyan előadást, ahol szervesen is jól volt használva egy élő kamera. Itt pedig egyszerűen három monitorunk volt, és két élő kamera. De ezzel is megpróbáltam úgymond olyan fajta az emberek törékenységét, szentségét behozni a történetbe, ami pontosan azt hozza be az eladás rétegébe, ami mondjuk esetleg hiányzik a szövegből, de hát mi más dolga lenne a rendezőnek, hogyha nem ez, hogy hozzátegyen, hogy gazdagítsa, hogy dimenziójában megnövelje a szöveg hatását. És ismétlem, Cári Tibor muzsikai viszont gyomorszájon ragadja a nézőket, és egyszerre elemeli, és viszi őket. Abba hagyom, amikor a kisebbik lányom is első osztályos lesz, abba hagyom. Addigra összeszedek annyi pénzt, hogy legyen egy saját lakásom. Tudom, hogy képes vagyok rá, csak akarat kell hozzá, semmi más. Amúgy mindenben a színészek amúgy mennyire voltak fogékonyak, vagy hogyan tudtad a színészi munkát vezetni? Mert vagy mennyire kaptak rá amúgy a szövegre? Mert én úgy érzem, hogy egy ilyen feladathoz igazán el kell benne mélyülni, tehát hogy be kell jó mélyre kotorni, elővenni azokat a dolgokat, amelyek a színészben benne vannak, és hát nyilván egy jó rendező ki tudja hozni a színészből azt, amit akar? Nagyon sokat beszélgettünk, de ami a legfontosabb, hogy hihetetlen bizalom fogadott. Nyitottak voltak erre a rendezői kulcsra, nem egy egyszerű, hiszen maga a szöveg felépítése, a darab felépítése is olyan, hogy nincsenek nagy hosszú történetek, nagy hosszú jelenetek, ahol mondjuk egy szerepívet végig lehet vinni, és van egy kibontakozás, nincs, tehát nagyon rövid, nagyon brechtiesen van fogalmazva, a monológok váltják fel a kis apró, kis minériában megcsinált jeleneteket, nagyon szűk tér állt rendelkezésünkre, tehát nagyon katonáson kellett a dolgot megcsinálni. Tehát úgymond németesen, brechtiesen, amit felvált ott kis mini mikrorealista jelenetek, ha lehet így nevezni. Tehát egyszerre kellett benne lenni a történetbe, és néhány másodperc alatt eltartani önmaguktól a figurát, és mindazt, amit mondanak, megszólítani a nézőt, provokálni a nézőt, kommentálni mindazt, ami történik. Szóval még egyszer elővese. Még ennyi se jár nekem. Mit rontottam el? 10 lépés a fürdőszobáig, fogmosás, 10 apró öblítés, horoszkóp, 10 kilométer futás. Mindent jól csináltam. És mégis. Jobb, ha kidolgozom magamul a feszültséget, bemegyek a kórházba. Akár a bemutatom, vagy akár rendezőként, vagy gondolom ott voltál utána tovább is pár előadáson, szoktad figyelni amúgy, hogy ez a történet hogyan cseng le a nézőn? Vagy hogy ott ülsz, és nézel, keresed a tekinteteket? Hát persze. Tehát, hogy hát minek csinálunk színházat? Nézőnek csináljuk a színházat. Nagy öröm volt tényleg az első találkozás a nézőkkel, a nyilvános főpróba hihetetlen elszállt tényleg. Tehát, hogy felálltak, és nem szokás, mint nálunk Romániában, előadásokon fölállnak, ha tetszik, ha nem is tapsolnak, hanem egyszerűen így fölálltak, meg voltak babonázva. Uh-huh. Hihetetlen, hogy ezt így kimondom, de elnézést, tehát nem bölcsködésből, de hogy egyszerűen felállt is, nem akarták abba hagyni a tapsot, föl voltak állva. Színészek nem hitték el, hogy náluk ez ilyen nem szokott történni, ilyen nincs. Tehát öröm, és hát újra is újra, amikor az ember visszanéz, és számukra is, ahogy mondják a színe, öröm játszani. Ők se tudták egyébként, hogy ilyen impaktja, ilyen hatása lesz az egésznek. Ha Isten a saját fiát is elhagyta, és engedte megöletni, miből gondoljuk, hogy minket nem hagyott el? Ja. Adott nekünk 10 parancsolatot.
Megparancsolta, hogy hogyan éljünk, aztán lelépett. Magunkra hagyott minket. Mindenki boldogul, ahogy tud. Mondtál egy nagyon fontos dolgot, hogy te magad is gondolkoztál azokon a kérdéseken, hogy vajon mennyire tudjuk a 10 parancsolatot betartani, erkölcsöket feszegettek, megszegjük-e vagy sem, tudunk-e így élni, kire van bízva az ítélet, tehát hányszor beszélünk erről, hogy ítélkezhetünk-e a másikon vagy sem. És ezek olyan örökérvényű dolgok és kérdések, hogy én azt gondolom, hogy minden korban aktuálisak lesznek. Most a nézői viszonyról beszélgettünk, én kíváncsi vagyok arra is, hogy benned hogyan zajlott mindez le, most egy, talán egy kicsit egy ilyen személyesebb kérdéssel. Mert hogy én nem tudom, ha én magamról kérdem, akkor én azt mondom, hogy nem tudom betartani a 10 parancsolatot. Én se, és sőt feltenem azt is, hogy megmerészelnem, hogy nem is biztos talán, hogy föltétlen ma már be kéne tartani azokat. Erkölcsi parancsolatokra szükség van. De visszatérve a kérdésre, igen, tehát nagyon személyesre fogalmaztam én is a dolgot is, erre kértem a színészeket is. És még egy előző kérdésre még válaszolok. Igen, nagyon sokat beszélgettünk. Tehát beszélgettünk arról, és mindenkit személyesen, mindenki mondott saját történetet, akár az életéből, akár közeli ismerőséből, hogy hasonló dolgok előfordultak, ami a darabban is. Hát, persze, ez egy harakiri, a színház csinálás, egy harakiri műfaj, tehát itt, hogyha nem vágod föl magad, és nem mutatod meg magad, akkor hiába csináljuk a színházat. Tehát ezt én is magammal elkövettem, tehát hogy maga az egész próba folyamatom olyan volt, hogy szinte bőjtel csináltam végig a próba folyamat, ez tényleg egy nagyon személyes vallomás, de hát másképp nem is lehetett, hiszen tudtam, hogy nagyon nehéz dolgom van. Visszatérve, igen, tehát az, hogy ez a fajta 10 parancsolatot maradéktalanul be tudja tartani egy 21. századi ember, ez egy kérdés. De az, hogy az erkölcsi törvényekre, hogy bizonyos erkölcsi normára szükség van, most, ma, itt az 7 szentség, hogy most így fogalmazzak. Mert hogy különben nem tudunk mindent élni. Hát akkor milyen, nincs, a mi ez tartás? A mi egymáshoz ez tartás? Viszonyulni, ugye? De azért át is alakulnak valamilyen formában, nem? Tehát az a törvény, ami talán nem tudom, jó pár ezer évvel ezelőtt volt, ma már talán 2000 vagy a 21. században talán más formában nyilvánul meg. Hát ezért jó egy kortárs rendező, aki ezt... Pontosan így van. Jó, de hát csak hogyha olvassuk, egy kicsit másképp szól mondjuk a katolikus egyháznak a 10 parancsolata, és másképp szól mondjuk egy protestáns egyháznak a parancsolata. Székely Csaba ugye a protestáns vonalon indult el, és is azoknak a parancsolatoknak a mesdjéjén megyünk végig. Nem mi választunk szenvedélyt, hanem a szenvedélyünk választ minket. Nekünk csak meg kell hallanunk a hívását. Kezünkben van a döntés. Dönthetünk úgy, hogy nem válaszolunk a hívásra, és inkább valami csendes, biztonságos dolgot csinálunk helyette. Valamit, amit elvárnak tőlünk. Ám ha emellett döntünk, valaki másnak az életét fogjuk cipelni. És számomra az is kérdés, hogy mondjuk más szemmel nézi az erdélyi rendező ezt a darabot itt, ha mondjuk bemutatásra kerül, és másképpen nézi a budapesti vagy magyarországi, tehát látsz-e különbséget a nézői befogadásokban? Nem, ugye még az előadást még nem hoztuk el ide, de nem hiszem, hogy lenne befogadás. Tényleg úgy nagyon zsigerien és nagyon erőteljesen. Tehát, hogy az erdélyi ember is nyitott hat. Azokra a témákra, esetleg azokra a tabu témákra, amelyeket te, meg sokszor Székely Csaba is feszegettek, mert ugye a Bánya trilógiának például van egy harmadik része, amely nem itt került bemutatásra. Tehát, hogy olyan érdekes, hogy vajon az inger küszöbét a közönségnek hol lehet elérni, ki mit mer, hol mer bemutatni dolgokat, kihez tud szólni? Nem tudom, hogyha értető a kérdés. Én értem, tehát ugye visszatérve nem akarom megkerülni a kérdést, ugye nem a bányavíz, a harmadik, tehát annyira nem lett személyes problémám, vagy annyira közöm nem volt, vagy annyira engem, mint rendező nem szólított meg, hogy nekem fontos legyen, hogy bemutassam. Ellentétben az előző kettővel úgy éreztem, hogy benne vagyok én is, nyakik, hogy rengeteg közöm van, hogy erről van közölnivalom. Tehát, hogy egy rendező egy pillanat is azt hiszi, hát igazából nem igazából személyes, hogy nem tudok hozzászólni, akkor félre kell tenni, mert hanem csak
hajszoljuk a sikert, hanem csak jópofák akarunk lenni, hanem csak éppen tetszeni akarunk, nem. Tehát akkor inkább azt le kell mondani róla, és olyan témát elővenni, amivel tényleg úgy érzem, hogy hozzá tudok adni Székely Csaba szövegéhez, vagy bárki más szövegéhez, hogy az én lelkemből, agyamból, temperamentumomból, és mindazt, amit képviselek, hozzá érdemben hozzá tudok adni. Csak így érdemes, hanem akkor... Más. A 10, hát ez most persze, hát nagy élvezet volt, és tényleg hihetetlen, mondom, olyan új dolgokat tapasztaltam, és próbáltam ki én is rendezőként, amiket eddig még nem, és hát nagy öröm, hogy ez is került. És hát említetted amúgy a beszélgetés elején, hogy nagyon zsúfolt volt az utóbbi periódus, ugye most két napot után valahogy pihenni, lassan kezdődik az egyetem is, úgyhogy nem áll meg az élet. Azt jut eszembe, hogy mit jelent amúgy ugye a te karrieredben ez az elismerés, vagy milyen hatása, vagy milyen érzések kerintek benned, illetve a jövőre vonatkozóan ezt hogyan tudnád te tovább kamatoztatni? Hát meg nem az első elismerés, amikor a nevedről beszélhetünk, tehát mindenképpen azt gondolom, hogy a mi visszajelzéseink is fontos, nézőként, de hát, hogy a szakmai elismerés az mégiscsak szakmai elismerés. Igen, ez valóban így van, tehát mi, amik színházat csinálunk, tudjuk, tehát a legnagyobb öröm, amikor ez a néző elismerése, tehát a nézőnek a fontos az, amit csinálunk, és hogy ez egy szakmai elismeréssel is társul, tehát igen, tehát ez egy öröm, ez egy hatalmas dolog. Tényleg siker. Feltölt? Igen, hát még nem tudom, még mindig a feldolgozás fázisában vagyok, remélem, hogy ezt tudom kellő józansággal és méltó szerénységgel viselni. Persze, tehát minden díj kötelezés és visszaigazolás, hogy egy jó úton vagy, jó úton tartasz, hogy talán jó formában vagy, hogy igen, ezt folytatni kell, igen, keresni valód van ezen a pályán, és hogy valóban a színészekkel és egyáltalán alkotótársakkal való munka, ez gyümölcsözés, és jó úton van. Igen, tehát vannak felkéréseim a további rendezésekre, Szabadkára, Budapesten, magyarországi városokba is, erdélyi városokba is, bízom abban, hogy eleget tudok tenni, de elsősorban nekem itt van a helyem, én a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházi színészi, mi voltamat nem szeretném feladni, hiszen az az első szerelem, ugyanis tanítok az Művészeti Egyetem, ahol rendező szakot vezetek, magiszterén is, ahol színészeket is fogok oktatni. Itt a Jorik stúdió, amivel a múlt héten volt bemutattunk, és hát rengeteg... szintén. Igen, és úgy néz ki, hogy az is, annak is lesz egy sajátos útja. Tehát ezek mind jó visszajelzések, és ne beszélve a kortárs projektünkről, amit Szári Tibivel csinálunk, tehát van mivel foglalkozni. Nem unatkoztok. Most családról nem is beszélve. Igen, de hát lehet, hogy nem is tudnék másképp élni. Hát mi ezzel az úthoz kívánunk neked további nagyon sok sikert, és várjuk mindenképp az előadást, úgyhogy tüzönvízen próbáljátok meg elhozni ide Erdélyben, nagyon kíváncsiak vagyunk, és gondolom természetesen a nézők is, és hát nem tudom, mit kívánhatok, pihenjek kicsit. Gratulálunk nektek és a társaitoknak is. Így van, és pihenj, én azt tudom mondani most neked, hogy pihenjél is egy kicsit, ha tudsz. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm szépen is, köszönöm.